Megyénkben 2018 tavaszán kezdte meg működését az egészségfejlesztési iroda, amely a nyíregyházi járáson kívül további 5 helyen, Nagykálóban, Nyírbátorban, Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Vásárosnaményban üzemel. Az iroda az év során számtalan szűrővizsgálatot és ismeretterjesztő programot szervez a megye településein annak érdekében, hogy egészségtudatosabb életmódra nevelje a társadalmat. Ezúttal nem a lakosság lett megszólítva, az iroda egy zárt körűbb, karácsonyváró ünnepi konferencián értékelte az évet, melyen ugyanakkor életmóddal kapcsolatos szakmai kérdések is előkerültek. A rendezvényünk az a kórház szakdolgozói számára szerveződött, hiszen a karácsonyt várva stresszes időszakban szerettünk volna egy olyan nyugodt délután teremteni a szakdolgozóinknak, ahol egymással beszélgethetnek, egy előadás keretében hallhatnak szakmailag építő tanácsokat arról, hogy hogyan kell a stresszt kezelni. A Józsa András Oktatókórház főigazgatója megnyitó beszédében kiemelte az egészségfejlesztési iroda tevékenységének jelentőségét. A Dorján Gusztáv úgy fogalmazott, az EFI munkatársainak köszönhetően sikerült elérni, hogy egyre több ember érez felelősséget a saját egészségéért. Nagyon, nagyon hasznos munkát végeznek, hisz a megelőzés, a prevenció, a betegségekkel való akár tájékoztatás a lakosság számára, mennyire fontosak a szűrőprogramokban való részvétel, nagyon sokat segítenek nekünk, úgyhogy én is egy köszönetet hadd mondjak itt a televízión keresztül is a egészségfejlesztési iroda minden dolgozójának, és remélem, hogy következő évben is ugyanezen a magas színvonalon fogják végezni a munkájukat. Az eseményen az integrált intézmény főigazgató helyettese is köszöntőt mondott, aki úgy fogalmazott, mind az egészségfejlesztési iroda, mind pedig a kórház szakorvosai és dolgozói elhivatott munkát végeznek az év során. Hozzátette, erre az áldozatkész munkára a karácsonyi időszakban is szükség van. Ugye december 23-a az utolsó munkanap, és ezt követően a jogszabály szerint csak december 30-a lenne a következő munkanap. A kórházban úgy gondoljuk, hogy a betegek ellátásának folyamatossága érdekében megszakítjuk ezt a hosszú munkaszüneti napsorozatot, és december 27-én munkába állunk, és az ünnepek alatt fekvőbeteg ellátásba került betegek hazabocsátását intézzük, zárójelentéseket írunk, betegszállítót rendelünk, annak érdekében, hogy mindenki otthon is tudjon tölteni az ünnepi időszakból. A konferencia meghitt karácsonyi hangulatát a Vikár Sándor Zeneiskola fuvola zenekarának előadása biztosította.